Szeretettel köszöntök mindenkit, és nagyon örülök azoknak, akik úgy jöttek el, hogy elfogadták a meghívásunkat, és mindenkinek meghívott sajnos nem tudtunk küldeni, úgyhogy akik nem meghívott, azokat különös szeretettel üdvözöljük. A mai műsorunk egy kicsit szokatlan lesz. Először is azért, mert karácsony lesz, illetve most már is mondhatjuk, hogy karácsony van. Másodszor pedig azért, mert egy évforduló van a Muzsikás Együttes életében. Éppen 8 év és 7 hónapja, hogy megalakultunk. Aztán utána számoltam, hogy hogy lehet ebből kerek évfordulót csinálni, és kiderült ez, hogy ez 104 hónap. Na most a 4-et levonok belőle, akkor pont 100 hónap jön ki, és most arra gondoltam, hogy mi is ez a 4 hónap. Hát úgy kezdett az egész, hogy mi májusban alakultunk, de csak szeptemberben kezdtünk el zenélni nyilvános helyeken, úgyhogy megvan a 4 hónap. Tehát így pont 100 hónapos az együttes. És az... És most a műsorunk első felében egy ilyen áttekintést szeretnénk mutatni, nem teljes időrendi sorrendben, hanem inkább néhány ilyen fontosabb eseményhez kapcsolódó olyan zenét szeretnénk megmutatni, amit már nagyon régen nem játszottunk itthon, vagy egyáltalán olyan is lesz. A következő dal mindjárt kicsit olyan szimbolikusan is, úgy mondja, hogy nem úgy van most, mint volt régen. Thank you.
1974-ben Magyarországon rendeznek egy népzenei fesztivált, a Magyar Rádió első nemzetközi népzenei fesztiválját. Erre legnagyobb csodálkozásunkra meghívtak, a csodálkozást azért mondom, mert azóta se történt hasonló nemes gesztus. És ezen a műsorban akkor még a háromtagú együttes kiegészült a Sebő Halmos, illetve Halmos Sebő Duó negyedik tagjával, Éri Péterrel. Akkor a Halmos Sebő Duó úgy állt föl, hogy Sebő Halmos Duó kiegészülve Éri Péterrel és Koltai Gergely, ez volt a zenekar hivatalos neve. Úgyhogy mi Éri Pétert kölcsönkértük, és a kölcsönből végül is aztán egy soha nem adott saját tulajdon lett. Az ekkor föl is vették a rádióban azt a zenét, amit játszottunk, a Szatmári nevet adtuk neki, ugyanis három érdekes dallamot találtunk, illetve egyet, csak háromféleképpen eljátszva, egy keservesként, lassú és friss csártásként, és mivel az négy zenész kellett a címbalom miatt, így hívtuk Éri Pétert. Ez az első rádió felvételünk, ami van, és annyira népszerű, hogy a legtöbbször játszott, ma is minden nap szinte hallok, illetve sajnos ez a leggyakrabban játszott.
Nem volt bekapcsolva. Még egyszer. Nem, de most a folytatódik cimbalom lesz megint. A 1978-ban megjelent első nagylemezünk egyik legkedvesebb száma, számunkra a legkedvesebb száma, a Boncidai lassúforgatós, azt játszunk most el. Májusában az egyetemi színpadon megrendeztek egy műsort, a fiatal ifjú népművészek mestere címet elért zenészek és énekeseknek a részvételével. Ez volt az első év, amikor ilyen műsort rendeztek, és az első társaság, aki megkapta, az vett rajta részt. Ilyen nevek voltak, mint Budai Ilonka, Parabó Laura, Sebő Valósdó. Itt voltunk mi is, és megint egy olyan zenét adtunk elő, ahol negyedik zenészre volt szükség, akit nem csak zenészként használtunk.
amit most mutatunk, az magyar-lónai keserves és regényes. Még ártatlan volt talán, mint most. Azt hiszem, hogy 15 éves volt, lehet, hogy csak 14, amikor először színpadra tört. És mindjárt egy olyan dalt énekelt, ami a népzene akkori szerelmesei között nagyon népszerű lett.
Mi csak úgy beszéltük egymást erről, hogy a Mártika a Ludasin pajtása ingja, hogy azt fogja elénekelni. Ludasin pajtásim, ol az én útjaim. Ludasin pajtásim, ol az én útjaim. 12-en voltak, mint fejérák voltak. S 12-en voltak, mint fejérák voltak. Csak 2 volt benne, harmadik az anyja. Csak 2 volt barna, harmadik az anyja. Kerülj, Ludom, kerülj, kertem olyan, kerülj. Kerülj, Ludom, kerülj, kertem olyan, kerülj. S csak ott es úgy kerülj, búval meg nem erülj. Csak ott es úgy kerülj, búval meg nem erülj. Mert ha belém elősz, soha ki nem kerülsz. Mert ha belém elősz, soha ki nem kerülsz. S elhajtottam, Ludom, Duna közepibe. S elhajtottam, Ludom, Duna közepibe. S után küldtem, Uram, hajtsa haza, Ludom. S után küldtem, Uram, hajtsa haza, Ludom. S gyűjjön haza, Ludom, menjszen oda, Uram. Gyűjjön haza, Ludom, menjszen oda, Uram. Mégse vejszen szegény, mert jó pipás legény. S ő se vejszen szegény, mert jó pipás legény. Ilyen kritikákat kaptunk, hogy az a táncázi zenekar, vagy Sipos Mihály kis együttes, ami csak úgy csemegézik a népzenéből. Ugyanis, amikor ilyen felvételeket hallgattunk, annyira tetszettek a dallamok, hogy tobzoltunk szinte benne. Azt akartuk, hogy ha véletlenül valaki meghallja, akkor nagyon sokat adni. Tehát azt csináltuk, hogy eljátszottuk egy dallamot, aztán másodjára már sajnáltuk, hogy ugyanazt kell még egyszer meghallgatni szegény hallgatónak, egy másikat csináltunk gyorsan, a harmadik, a negyedikek mellé. Végül is aztán eléggé, hát nem azt mondom, hogy össze-visszaság, de inkább, de azt mondom. Addig, amíg egyszer külföldön járva meg nem hallottunk egy együttest, Breton népzenét dolgoztak fel, Ellen Stevennek hívják, és Franciaországban rendkívül népszerű ez a zenész, és képes volt egyetlen egy dallamot 10-szer eljátszani. És érdekes módon végighallgatva ezt nem volt unalmas, elhatároztuk, hogy mi 11-szer fogjuk eljátszani. És így csináltunk egy nagyon közismert dalból, egy olyat, hogy 11-szer megpróbáljuk eljátszani, hát ha megy. Azt hiszem, hogy mindenki ismeri, az iskolában tanultuk, az a cím, hogy 200 pünkös rózsa. Még azt elmondom, hogy 1979-ben vettünk föl egy lemezt Hollandiában, ami tavaly jelent meg. És ezen a lemezen ez a dal rajta van, sajnos ezt a lemezt Magyarországon nem lehet kapni, és nem is lehet majd ezután sem. Aki Hollandiába jár, ezen a lemezen ez a szám szerepel. Sebestyén Márti helyett akkor Vince Zsuzsi énekelt, aki most nem értett el, mert anyaság örömmel néz szinte minden pillanatban, úgyhogy most Sebestyén Márti fogja ezt énekelni. Oh,
Tegnap előtt jöttünk haza Hollandiából, illetve másfél napja, és elég sok koncertünk volt, többek között a Dordrechti Winterfolk, így hívják azon a fesztiválon. És eljátszottunk egy számunkat, és állati népszerűleg, mondtuk, hogy aztán is, de zeneértünk ezek a hollandok. De közben kiderült, hogy van egy trükk a dologban, mégpedig az egyik legnépszerűbb holland együttes, World Poopersnek hívják őket, elég lefordíthatatlan magyar nevük van. Ez az együttes megzenésítette ezt a számot, sajnos holland szövege, hogy a szövegét nem nagyon értettük, de a idén megjelent lemezük most jelen pillanatban az első számú lemez Hollandiában, úgyhogy ezért ismerik ezt a dallamot. Úgyhogy nézték is, hogy a szentségét milyen lopók, és lopósak ezek a magyarok, hogy elloptuk a számunkat. Tehát most következik ez a dal. Bécsben csináltuk,
mélységesen kihasználva, hogy egyetlen szám magyar nem volt, illetve egy volt, de az nem szól a műsoron. Ilyenkor megengedhetjük maguknak, hogy olyan szövegeket mondjuk, amit a magyarok értenek, itt olyan kellemetlen lenne. Most félretéve a nem disznó, hanem egyszerűen a egymásnak való jelzés. Tehát most egy olyan mélykeréti szám következik, ami hasonlóképpen zajlott le Bécsben, ugyanis ráadást követeltek is, nem is gondoltuk, hogy ráadás lesz, és valamit ki kellett találni, és azt gondoltuk, hogy frappáns vége legyen. Gyorsan berontok a színpadra, és a következőt játszottuk el. És megpróbáljuk a erősítőre rátenni azt a zeneszámot, amit a... Thank you.
Akkor folytatjuk a népzenek kiállósítását, mint hogy egyik nagy nevű kritikus mondta. Mégpedig egy olyan boltvai dallammal, amelyik Kalózs Zoltán Újuk-Zsajan mellett című gyűjtéséből való. Ebben a gyűjtésben, aki hallotta, nem hangszerkísérettel énekelnek, hanem anélkül. Úgyhogy a hangszerkísérletet magunk készítettük hozzá, mégpedig név szerint Éri Péter és Csóri Sanyi. És ebben a saját elképzeléseket is belevitték, tehát ez most egy feldolgozás lesz.
Most pedig Juda zene következik. Csóri Sanyi egyik azoknak a zenészeknek, és mi volt az első, aki a Dudában, a magyar Dudának a feltámasztását kereste, és nem pedig a szomszédországokban, esetleg Bulgáriában található Dudáknak a magyar dalomra való játszási módját. És úgyhogy megpróbálta amennyire csak tudta a Dudát népszerűsíteni, ő az első magyarországi hivatalosan bejegyzett Dudatanár, és most pedig egy olyan dudálás következik, amikor zenekarral együtt fog dudálni, ennek ellenére a dudás, Csóri Sanyi a szóló hangszer, a hegedű is, a összes többi hangszer is őt kíséri.
legkedvesebb lassú zenénk volt is. Amíg Mártika nem jött, addig csak zenéltük, amikor mióta Mártika velük énekel, ő énekel is ezt a dallamot. Általában a széki lassú, mivel hogy a dallam az, illetve a szöveg az váltakozhat, nem nagyon kötődnek egy szöveghez. Általában székén úgy szokták mondani, hogy valakié ez a dallam, akinek a kedvenc dallama volt. Hát most mondhatjuk azt, hogy a muzsikásé, de ennek van egy neve is, ennek az egy dallamnak. Széken úgy hívják, hogy ez a régi lassú.
Vérkeringést vinni az európai zenébe. Ebben az egyben mondta, és ebben az egyben van szerencsénk, hogy Ázsia határán fekszünk. A következő dal Moldvából van.
kicsit variációkat fogjuk eljátszani. A címe az, hogy Adjon Isten minden jót. Népzene az, amikor kitalálódott, illetve abban a környezetben, ahol a népzenét játsszák, ott nincs az az éles szétválasztás, mint amit most mi kénytelenek vagyunk csinálni, hogy mit zenélünk, és aki meg hallgatja, az csak ül. Általában vagy táncolni, vagy énekelni, vagy hullatni szoktak, vagy sírni. A következő dal, illetve nem dal, hanem ez most nem egy zene lesz, mezőségi zene, abban a formában, hogy ez voltaképpen nem színpadra készül, hanem inkább táncházba. Tehát egy olyan tánczene, amire a mezőségi táncfára lehet táncolni. Minden tánc benne lesz, a lassúval kezdjük, a lassú tempóval, és úgy viszünk fel a tempó gyorsig. Amit most játszunk, az félig meddig improvizáció. Azt hiszem, hogy aki ismeri a magyar népzenét, tudja azt, hogy a fix dal mellett a hangszereknek lehetőségük van arra, hogy valahogy megvariálják a dallamokat. Itt lehetőségen a hegedűs az, aki a dallamokat tudta variálni. A megállapodás az, hogy van három darab, négy úgynevezett vastagkóros dallam, erre épül az egész zene. A köztelevő váltásokat mindig a hegedűsre figyelve, a kísérlet, tehát a kísérletnek van a nehezebb dolga ilyenkor, hogy nehogy elrontsak annyit ebben. Természetesen a szóló hegedű a fő, de hát a kisajtnak nagyon kell vigyázni, hogy ennek ott csak a szóló hegedűnek a játékát. Kész vagy? Azért beszéltem mennyit, hogy behanguljon a Miska. Thank you.
Szeretnek ebben az országban kategóriákat csinálni, és a zenészeket is bekategorizálni. Nagyon sok ilyen kategóriában voltunk már, ilyen sok fiókban, így hogy aztán mindenféle zenéltünk, voltunk már parlamentben is, meg a tököli börtönben, voltunk mi a Sydney Operaházban és Jazz Clubban is. És érdekes módon a Nyugat-Európában a folklornak a fölvirágzása is nagy divatja van manapság. Ott nem csinálnak ilyen éles határokat, folk műfajnak nevezik, amiben nagyon sok minden belefér. Ilyen fesztiválon voltunk a múlt héten is, és ott hallottunk egy együttes, egy Amerikából jött együttest, Brookwest Gardeners, az volt a neve, és nagy rágógumizással játszották a Train 54 című számukat, ami annyiban állt, hogy az egyik hangszer, ott éppen a szájharmonika vonatnak a hangzását utánozta. Most mi is ilyesmit csinálunk, mert tudjuk, hogy a country, illetve a blues zenében ez egy nagy divat, de tudát, főleg magyar tudát ebben nem használnak. És ebben egyáltalán nem utánozzák a tuda hangját, viszont, vagy illetve a vonat hangját. Viszont ilyen címet nem tudunk adni, hogy magyarul ez a train, hát legyen, hogy vonat 1954, ezt nem mondhatjuk, abban éppen az arccal a vasút felének az ideje volt, hanem inkább azt mondhatnánk, hogy vonat 1840 volt az első vonatnak az idején, hogyha elképzeljük, hogy az első vonat, a Budapest-Vác vonat megnyilásán egy tudás utazott volna Budapestről Vácra, és otthon a faluban elmesélte volna, hogy milyen is ez a vonat, valahogy így mesélte volna el, úgy, hogy ő csak azt tudta dudálni, amit eddig is tudott. Tehát amit most sorosan fog játszani, abban minden olyan minden hang, ami előfordul, és minden motívum az a tuda cifrákban benne van.
Nagyon szépen köszönjük a hálás fogadtatást, nagyon félbe játszottuk el, mert azért azt el kell mondanom, hogy ezen a vonaton azért szájharbulikás nem utazol. És most a műsorunkat befejezendő, most már érkezettünk a karácsonyhoz, egy Jézus kalkató. Thank you.
13, és egy, akkor van a potyolásnak az ideje, amikor is a elkövetkezendő évre sok jókat kívánnak. Úgyhogy most mindenki gondolja azt, hogy még csak december 13 van, vagy hogyha nem, akkor hát elmúltan is, de ezeket szeretettel kívánjuk mindenkinek. Thank you.